Kezdjük itt rögtön a szobaablakban. Ezen a héten mi is történt? Hát ugye itt lehet látni, hogy szinte változatlan. A begóniákat áthelyeztem ide, hogy több fényt kapjanak. Ez egy keleti ablak. Itt jól el vannak. Van egy fikuszginzánk. Néhány posgás növény. Itt van a nagy bromélián. És a lándzsarózsa felett pedig itt van egy most virító píkok amarélis, ami az is lett, aminek lennie kellett. Sajnos van olyan, amely nem. De a héten is kaptam csomagot, tehát jöttek új virágok. Nézzük is meg, hogy mik ez. Van benne 3 darab kalatea, rögtön 2 közülük, egy ilyen csíkosabb levelű, illetve ennek az inverze. Ha megnézzük, nagyjából az egymás ellentétei ezek a növények, vagy legalábbis nagyon ellentétei. Illetve majd lesz egy harmadik levelű kalatea. Azt kell tudni róluk, hogy vízáteresztő földet igényelnek, vagy közeget, és gyakran heti 2-szer legalább locsoljuk, ne hagyjuk ugyan kiszáradni, de a pangóvizet sem szeretik annyira. Hát nem olyan könnyű velük, majd meglátjuk, ez most kísérletezünk, hogy mennyire fog ez nekünk menni. Itt van belőle a harmadik fajta, gyönyörű szép levelekkel, melynek adatlapján jól látható, hogy 2-szer locsoljuk egy héten, nem szereti a túlzottan meleget. 2-szer locsoljuk egy héten, ne hagyjuk kiszáradni, fél árnyékot szereti, és természetesen nem ehető. De hát egyszer minden ehető, meg kell próbálkozni vele. Még egy újdonság kalanhoé. A levelei ilyen szépek. Féltem tőlük, hogy megfagynak. Itt vannak a virágai. Gyönyörű magas virágai vannak. Féltem tőle, hogy megfagynak a dobozban, mert az oldalán volt egy nagy luk, de szerencsére ezeknek most semmi, de semmi bajuk nem lett. Nézzük, mi van még. Az előző kalanhojét elvittem oda az ablakba, ahol kezdtük a videót. Van egy páfrány. Ő az orhidák közé szeretném berakni. Kicsit árnyékosabb helyen próbáljon megtelelni. Aztán itt vannak a kalanhojék. Van még szanzavéra. Természetesen az a kókusztos nem jó nekik, ezt minél hamarabb át kell ültetni. Ebből a kókusztosból majd nagyon-nagyon könnyű kilecsolni. Ez a szanzavéra már régebbi, ez a hengeres. Meg a mellette lévő is csak át kell ültetni, illetve van egy ilyen törpe szanzavéra, szintén kókuszrostban. Úgyhogy muszáj lesz nekik földet keverni, de ezt a földet behozom, hogy megmelegedjen néhány napra, és utána fogom őket átültetni, és kerülnek valahova a helyükre, amíg télen lesznek. Hát ezek azok, amik érkeztek, de azért nézzünk körbe, mi változás történt, vagy mi nem változott eddigiekben a növények körében. Jó, látszanak itt ezek az üvegek. Ebben nem más van, hát nem Sprite, hanem a növények számára esővíz. Ugye így nem párolog, egy helyben van, senkit nem zavar, és leülepszik szépen, és benne vannak itt az esővízek. A ládával simán tudom locsolni őket. Az orhidáim elkezdtek hajtani, van, ami már virágzik, de szépen hajtják a virágszárakat, vagy újat a gyökértől, vagy tőről, vagy pedig a régi virágszáron új virágszárat hajtanak. Néhány orhidea lehet látni itt felül is például, hogy ő hajtja a virágszárat. Kinyílt, vannak néhány hoja, ugye a Linaris, amit a múltkor vettem, és az összes többi hoja. Néhány hoja itt a konyhaablakban, broméliák, van egy fűszerbabil, és itt a szélén, hát nézzük meg, milyen csodálatos, 3 virágszárával is 10-valahány virágot fog hajtani. Hát múltkor feldőlt, úgyhogy áttettem egy üvegkaspóba. Hát remélem, hogy ezt máskor is megcsodálhatom, ezt a Javel
fajtájú amarilliszt. Hát őszintén megmondva, szerintem ez a holland felfújt amarilliszt nagyon le fogja húzni ez a sok-sok-sok virág. Hát ez rengeteg. Nézzük meg itt az Epudarum, a Ficus pumila, de el kellett helyeznem az ablakból, mert ott nagyon nem volt neki jó. Epidarum, még egy, ez a Happy Leaf fajta, a múltkori rendelésből. A másik Epidarum, Ficus pumila. És bontogatja szirmait. Bontogatja szirmait a Cymbidium orchidea. Sajnos csak ennyi virágot produkál, de hát ez is jó egy olyantól, amit nem tudtam, hogy milyen színű lesz. De hamarosan megtudjuk. Vannak itt még egy nagy szarvasagacs páfrány, ez meglehetősen nagyra nőtt, amilyen kicsinek vettem, ahhoz képest meglehetősen nagyra nőtt. Aztán hibiszkuszok, téli pihenőben. Van itt néhány szaporítás, ez egy philodendron faj, már gyökeredzik. Itt belőle egy másik, rajta is van gyökere, lassan lehet elültetni. És néhány posgás telelési helye, illetve hulyák szaporítása. Utolsó helységben, de nem utoljára, philodendron imperial red. Ez valamilyen füge. Aztán néhány allokázia, hát ezek itt eléggé nem igazán érzik jól magukat, de majd lesz velük valami. Remélem tavaszra összeszedik magát. Egyedül talán ő az allokázia venti, meg is mutatom, az allokázia venti viszonylag szép, mondhatom szép, tehát rövid szárakon, dús, vastag leveleket hajt, nem úgy, mint a többi felnyurgul, de hát majd kint legyenek ők igazából szépek. Terveztem egy ágyást ültetni, egy olyat, ahol már beültetem ezeket a allokáziákat, és reméljük szép nagyra nőnek. Hát ennyit mára. Ott, ahol kezdtük, ezzel a sarikával köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, legyen kellemes napod, továbbra is imádd a növényeket, mint ahogyan én. A többi helyen a munkahelyemen nem tudom megmutatni, ott nem videózhatom le a növényeimet, de majd reméljük nyáron is lesznek videók. Na, üdvözletem! Szép Mikulást mindenkinek!